fordulatos év volt az előző a Ferencváros számára, a csapat szurkolói sok emlékezetes pillanatnak lehettek szemtanúi, sikerek és kudarc is jellemezte ezt az időszakot. Az eseménydús 2023-as évről az év sportvezetőjével, Hajnal Tamással beszélgetünk. Szia Tomi, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és szívből gratulálunk ehhez az elismeréshez. Kétszer megkaptad, mint játékos a magyar aranylabdát, most pedig sportvezetőként jár ez a díj az előző évben mutatott munkád miatt a kollégák szavazatai alapján. Mit jelent ez számodra? Ahogy befejezted a labdarúgás, gyakorlatilag néhány hónappal később már sportvezetőként kezdtél el dolgozni. Mennyiben más a mai Hajnal Tamás a 2018 szeptemberében munkába állt Hajnal Tamáshoz képest? Hát ahhoz képest talán nagyon túl sokat nem változtam, hogyha ezt az időszakot hasonlítjuk össze. Egy nagyon intenzív, számomra is nagyon sok tanulsággal járó időszak, amiben természetesen sok tapasztalatot szerez az ember, de emberként szerintem azért nem változtam. Úgyhogy még egyszer is szeretném megköszönni, vagy először is szeretném megköszönni ezt a díjat, ezt az elismerést, hogy az emberek úgy látták, hogy érdemes voltam arra, hogy a munkámmal kivívtam ennek a díjnak az elnyerését, de mindig azt is mondom, hogy ez egy csapatmunka tulajdonképpen. Szóval a labdarúgás, vagy a játékosként is, de most így sportvezetőként is, ez nem egy one man show, hanem mindig egy jó csapatnak az eredménye, ez ugye a pályán is, a pályán kívül is, a menedzsmentben is, ugye elnök úrral elkezdve Kubatov Gáborral, akivel nagyon jó bizalmi kapcsolatban tudunk együtt dolgozni, úgyhogy én ezt a díjat úgy veszem, hogy ez a Ferencvárosnak az elismerése, és nem pedig az én személyes díjam. Azt mondod, hogy emberileg nem változtál, de nyilván ez egy tanulási folyamat, és azért rengeteget fejlődtél, mint vezető ebben az időszakban. Szóval mivel lettél több ez alatt? Ugye tényleg nap mint nap tanul az ember, tényleg, és ugye a munkámnak a sokrétűsége az annyira, vagy annyira széles körű, hogy tényleg a labdarúgásnak minden szegmensét meg kellett tanulni, ugye itt a tárgyalási technikáktól kezdve, emberismerettől, de ugyanakkor szakmai szempontból a keret kialakítása, konkurenciaharc megteremtése, krízis helyzetekben való döntések hozatala, előreláthatóság, tervezhetőség, szóval nagyon összetett ugye az a munka, vagy az a feladatkör, amit ellátok, és ugye egy csapatban ugye elvégzünk, annak érdekében, hogy ugye a szurkolók a hétvégén vagy a mérkőzéseken mindig egy jó és versenyképes Ferencváros tudjanak látni. Úgyhogy igen, a mély vízbe ugortam 2018. szeptemberén, és nagy célokkal, nagy víziókkal, nagy vágyakkal, és bízom benne, hogy ebben az öt évben azért eddig tudtam bizonyítani mind a klub számára is, mind pedig a szurkolók számára is, hogy megérte nekem ezt a bizalmat megadni, amivel minden nap megpróbálok élni, és természetesen a klub érdekében továbbfejlődni. Mik voltak ezek az akkori vágyok, víziók, amiket említesz, és ezekből mennyi valósult meg? Hát, hogyha most visszagondolok ugye 5 évvel ezelőtt, vagy most erre az 5 évet, hogyha átgondoljuk, ugye, akkor sokat beszéltünk, ugye, hogy csoportkörbe kellene jutni a Ferencvárossal. Ugye ez nekem mindjárt az első évben, amikor ugye elvállaltam ugye sportvezetőként szerepet vállaltam a Ferencváros működésében. Mindjárt az első nyáron sikerült megvalósítanunk, ugye, amikor az Európa Liga csoportkörébe jutottunk be. Azóta folyamatban nyerjük a bajnoki címeket, úgyhogy szerencsére még eddig nem volt részem abban, hogy nem nyertünk, meg nem is szeretném elképzelni, hogy mi az, hogyha egyszer nem sikerülne. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a szakmai célok, amiket itt csapatként akkor kitűztünk, azóta egy óriási fejlődésen megy keresztül a klub, a csapat is. Az átigazolások terén szerintem nagyot léptünk előre, ugye a játékosok képzésében, fejlesztésében, és aztán utána a csapatba beépítésében. A scouting terén ugye próbáltunk szerintem már egy olyan hálózatot kiépíteni, aminek eredményeképpen érdekes, nagy potenciállal rendelkező játékosokat tudtunk megnyerni, akiket tovább tudtunk értékesíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy azok a feladatok, amik így a sportigazgatói szerepkörhöz hozzátartoznak, eddig nagy részben jól sikerültek, de természetesen vannak mindig hibák is, amiből tanulni kell, hogyan lehet egy játékosról még több információt esetleg beszerezni, hogyan lehet még jobban feltérképezni, de azt is el kell fogadni, hogy a labdarúgás, illetve emberekkel dolgozunk, emberekkel foglalkozunk, hogy egy új játékos hogyan illeszkedik be egy új környezetbe, milyen hatások érik, szóval nem tudsz azért mindent kiszűrni, úgyhogy adott helyzetben viszont megpróbálni akkor ezeket a nem is tudom, problémásabb helyzeteket minél jobban kezelni, hogy a klub számára azért még a lehető legkevesebb veszteséggel járjon. Tudsz egy olyan esetet mondani, amire a legbüszkébb, vagy ami a legtöbbet jelentette?
És szerencsére sok ilyen van, ugye itt most beszélhetnék, ugye pont most jelenlegi helyzetben talán nem a legkellemesebb szituáció, de Tokmak esete tulajdonképpen, akit ugye az első átigazolási időszakomban, amikor vezetőként elkezdtem dolgozni, igazoltuk a Ferencvároshoz, tényleg egy kis összegért, egy kis csapatból, Norvégiából, és szerintem utána 4 éven keresztül abszolút bizonyította, hogy milyen különleges játékos és ember is, és óriási sikereket értünk el közösen. Kiemelhetném itt, hogyha most az igazolásokról beszélünk, akkor Uzuni esetét, aki óriási küzdelem volt, hogy a Lokomotív Zágrábtól el tudtuk hozni, nagyon nagy nehézségeket leküzdve, és nagyon, nagyon okos megoldásokat találva, hogy tényleg a Fradiba tudtuk hozni, utána az ő pályáját se kell aztán jobban bemutatnom. Itt említhetném még Lajduni esetét is, szóval hogy egy kis román csapatból meggyőzni, amikor volt amúgy angol érdeklődője is a Championship-ből, és tulajdonképpen úton volt már a Swansea-hoz, mégis inkább arról meggyőzni, hogy a Ferencváros egy jobb állomás lehetne. Tudod, ilyenkor személyes kapcsolatok nagyon fontosak, úgyhogy tényleg egy-egy játékos leigazolása az tényleg hónapokkal előtte elkezdődik, és próbálva a személyes találkozásokon vagy videóbeszélgetéseken keresztül azt a szakmai projektet, azt a víziót fölvázolni nekük, hogy itt mit kapnak a Ferencvárostól, milyen lehetőséget tudunk nekik adni, milyen kiugrási lehetőséget tud ez nekik biztosítani. Természetesen ilyenkor mindig fontos, hogy ezt a játékos is, vagy az ő csapata, vagy akikkel ő együtt dolgozik, ezt szintén így elismerjék. És azért 3-4 évvel ezelőtt ezek a folyamatok még sokkal nehezebbek voltak. Most már azért látják, hogy az elmúlt 5 évben mit bizonyítottunk, és hogy milyen szintre jutott el a klub. Úgyhogy ilyen szempontból most már ez a része egy picivel nyilvánvalóbb a játékosok számára is, akkor még pont a Lajduninál ez nem volt így, és örülök, hogy utána például, amikor volt az első érdeklődés rá, és nem engedtük el, mert azt próbáltuk megértetni vele, hogy neked nem az a célod, hogy esetleg tőlünk keletebbre igazoljál, még hogyha lehet, hogy az anyagi lehetőség nagyon jók is, hanem a te célod, vagy közösen a mi célunk a top liga, valamelyik top 5 ligának kell, hogy legyen, és ennek eredményeként aztán az Union Berlinhez igazolt. Ez egy óriási siker a klub számára, természetesen a játékossal közösen. És még egy nagyon kellemes, nem is emlék, mert ugye benne élünk tulajdonképpen ebben a folyamatban, ugye Lisztes Krisztiánnak a kinevelése, a csapatba való beépítése, és aztán utána, hogy ilyen gyorsan egy ilyen nagy transfert, egy ilyen nagy értékesítést tudtunk megvalósítani, ez szintén az én munkámnak is, de szerintem a klubnak is egy nagyon nagy elismerése. Ő lesz minden idők legdrágább igazolása? Hát reméljük, hogy a jövőben legalábbis. Igen, most egy nagyon, nagyon, nagyon értékes és egy nagyon, nagyon szép csomagot tudtunk tulajdonképpen a Frankfurttal kitárgyalni, aminek sok részlete van, és igen, a végén ez egy nagyon szép összeg tud aztán lenni. Picit nézzük át 2023-nak a legfontosabb állomásait. Talán indíthatunk a Leverkusen elleni mérkőzésekkel, és ugye egyáltalán azzal, hogy a csapat ugye az előző szezonban is tovább lépett, és tavasztal is láthattuk Európában. Majd jött a bajnoki cím, szóval tényleg volt ebben egyébként egy ilyen komoly hullámvasút, utána jött a negatívabb rész, amikor ugye a BL selejtezőben a Klaxvik ellen nem sikerült tovább lépni, edzőváltások, szóval hogyan élted meg ezt a hegymenetet, lejtmenetet? Igen, igen, mozgalmas, nagyon sok kihívással teli időszak volt, igen, hogyha Leverkusen mérkőzésre kezdjük, nagyon erős ellenféllel szemben, én azt gondolom, hogy helyt tudtunk állni, de a papírforma érvényesült, ráadásul nagyon rossz időszakban találkoztunk velük, ahol nekünk 6-7 kulcsjátékosunk sérült volt, és nem a legerősebb felállással tudtunk kiállni, ettől függetlenül ugye Leverkusen idei teljesítménye is mutatja, hogy egy abszolút európai, igen, hogy egy abszolút egy európai top csapatról beszélünk. Igen, aztán főleg a magyar bajnokságban már tavasszal kezdődően voltak azért ugye hullámvasútok ebben, vagy hát hullámvölgyek tulajdonképpen, de ott a tavasz folyamán mindig eléggé nagy volt az előnyünk ahhoz, hogy az igazán a bajnoki cím veszélyben lett volna. És sajnos aztán jött ugye a nyáron egy olyan sok, ami mindenkit sokként ért, amikor a Klaxvik ellen az első körben kiestünk. Tudtad teget már tenni magad rajta? Ez az élmény azért az emberben ott fog maradni nagyon sokáig, sőt szerintem örökre is, ugye, hogyha az ilyet átélsz, akkor ezt nem akarod még egyszer átélni, már ilyen szinten is csak ez egy plusz motiváció, hogy adott esetben
bizonyos folyamatokat jobban értékelni, vagy bizonyos döntéseket lehet, hogy esetleg korábban meghozni. Ugye már ott a tavasz folyamán azért nem voltunk elégedettek ugye a csapat teljesítményével. Próbáltunk ugye ellensúlyozni azzal, hogy ellentétben a korábbi évekkel, ugye a nyári játékozási időszakban sokkal több játékost igazoltunk, úgy gondolva, hogy ezzel minőségben tudunk javítani a csapaton, illetve egy olyan konkurencia harcot is kialakítani, amire szükség volt. Sajnos aztán ezeknek a játékosoknak a beépítése nem ment olyan gyorsan, mint ahogy szerettük volna. Most, hogy ez milyen okokból, utána aztán meghoztuk a döntést ugye az edzőváltással. Azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben ugye két lehetőséged van, vagy tényleg sokban maradsz, és akkor elengeded az egész szezont, vagy pedig azonnal fölkelsz, elemzed a helyzetet, megfelelő következtetéseket levonod, megfelelő döntéseket. Úgy gondolom, hogy nekünk ez nagyon jól sikerült. Onnantól kezdve a nemzetközi szintéren ugye nagyon szépen helyt állt a csapat, hogy a történelmi sikert elérve veretlenül zártuk a konferencia ligát, pontrekordot felállítva. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon szép nemzetközi szereplés lett aztán az őszből. A magyar bajnokságban viszont ugye annak köszönhetően, hogy hihetetlen nagy terhelésnek van kitéve a csapat. Ugye 33 tétmérkőzést játszottunk csak júliustól decemberig, és itt még a válogatott mérkőzéseket nem számítottam bele. Fontos játékosok sérülés miatt kiestek, akik a góljainknak nagy százalékát szolgáltatták előtte. Úgyhogy egy nehéz őszön vagyunk így túl mindenféleképpen. Most viszont bizakodó vagyok, hogy egy jó felkészüléssel és egy jó csapatszellemmel aztán a tavasz során a bajnoki címet is ismét el tudjuk majd hódítani. Az edzőváltások időszakában mekkora dilemma volt egyébként a számatokra, hogy nem Máté Csabával, vagy nem Máté Csaba mellett döntsetek hosszú távon. Ugye akkor azért a szurkolók nagyon mellé álltak, és hát jöttek az eredmények rengeteg rugott góllal, és ugye ezen a selejtező sorozaton végül is ő vezette át a csapatot. Na, természetesen ez egy nagyon összetett helyzet, és ugye abban a pillanatban, amikor úgy döntöttünk, hogy Stanislavot leváltjuk, akkor tényleg Csaba volt a legjobb megoldás, ugye ismerte a csapatot, ismerte a folyamatokat, hogy mind lehet változtatni rövid időn belül, mert nem volt időnk egyszerűen. Szóval ugye egy héttel később már szintén nagyon fontos selejtező mérkőzés kellett játszanunk, és hely kellett állnunk, és ebben a helyzetben ő volt véleményünk szerint a legjobb megoldás, és természetesen nagyon nehéz volt aztán, amikor ezt a döntést meghoztuk, hogy a jövőben nem vele képzeljük el a folytatást, de úgy éreztük, úgy gondoltuk, hogy amikor lehetőség nyílt arra, hogy egy Dejan Stankovics kaliberű edzőt, személyt meg tudjunk nyerni a Ferencváros számára, akkor vele szeretnénk a folytatást végigcsinálni, vagy csinálni, és bízom benne, meg az eddigi úgymond látottak, szerintem ezt igazolják is, hogy a helyes úton járunk. Mennyire cél továbbra is, hogy minél több magyar játékosnak tudjatok lehetőséget adni azért, hogy a nyáron érkezett Varga Barnabás, most viszont a szurkolók nagy bánatára, hogy a Sigér Dávid távozott az együttestől. Barát Péternek viszont azért ott a lehetőség, hogy esetleg a kölcsönszerződést követően vissza tudjon kerülni. Szóval ilyen szempontból mi a klubnak a hozzáállás, mi az irányvonal? Mindig nagyon fontos számunkra, hogy az elmúlt években is visszamegyünk, ugye itt MTK-ból hoztunk 3 évvel ezelőtt ugye két játékos, ugye Katona Mátét és Gerát. Ugye most a tavalyi évben ugye két játékost igazoltunk NB1-ből komoly összegekért, ugye Valga Barniért is, és Barát Petire is komoly összeget investáltunk. A saját utánpótlásból ugye Lisztes Krisztiánt beépítettük, ugye most is a felkészülés során 4 játékos ott volt velünk az első csapatnál, megadva nekik a lehetőséget, hogy közel kerüljenek az első csapathoz. Természetesen az ajtót nekik kell berúgniuk, aztán utána azt kivívni, hogy ténylegesen lehetőséget is tudjanak kapni, ezt ajándékban nem tudjuk senkinek se adni. És Sigér Dávid eseténél is ugye ez egy szempont volt, ugye Sigivel őszintén leültünk, átbeszéltük a jelenlegi helyzetet, ő is értékelte, hogy számára mi lehetne a legjobb, és ugye az ő kérése volt az, hogy ő szeretne egy más kihívást még felvállalni. Ugye ennek hátterében már az is látszódott, hogy a felkészülés során Tóth Alex nagyon jó bizonyított, vagy nagyon jó teljesített, és vele hosszabb távon is tudunk majd adott esetben tervezni. Ugye ez egy állandó folyamat, de mindig nagyon fontos számunkra, hogy meghatározó játékosok, magyar játékosok, akik a válogatott számára is értéket tudnak teremteni, a csapatban legyenek. Ugye itt van Katona Bálint esete, ugye 21-es válogatott, aki kétszeri kölcsönadás után nálunk van a keretnek egy fontos tagja.
Úgyhogy próbálunk külföldről is mindig amúgy magyar játékosokat hazahozni, akiket úgy gondolunk, hogy minőségben a csapat segítségére tudnak lenni. Sokszor ez a külföldön játszó magyar játékosok részéről még nem volt pozitív válasz ilyenekre, úgyhogy nekünk ez egy fontos szempont, de természetesen az elsődleges mindig az, hogy a lehető legversenyképesebb csapatunk legyen nemzetközi szinten is, és ebbe a magyar játékosoknak is bele kell illeszkedniük. Most ugye az a helyzet állt elő, hogy ősszel, vagy hát a szezon végén, a fél szezon végén, az év végén nem a Ferencváros állt a tabella élén, tulajdonképpen azért még ízlelgetnetek kell, nem egy ilyen szituációt, az elmúlt időszakban azért annyira uralta a magyar mezőnyt ez az együttes. Szóval mit gondolsz egyébként erről? Jót tesz-e, hogy mondjuk van egy konkurencia, aki mondjuk hétről hétre még jobb teljesítményre kell, hogy sarkaljon benneteket is? Így van, ez nagyon fontos, hogy legyen megfelelő konkurencia, ugye a bajnokságon belül, ugye mindig mondjuk, hogy nemzetközi szinten is nagyon jó lenne, hogyha legalább még egy csapat lenne a Fradi mellett, aki ugye a nemzetközi kupasorozatokban is legalább a csoportkörig el tudna jutni, hogy ez a bajnokság megítélése szempontjából, illetve az UEFA rankingen elfoglalt helyezésünk szempontjából is jó lenne. És azt gondolom, igen, hogy most több csapat, ugye a Paksot említhetném, de ugyanígy a Puskás is, vagy a Fehérvár is most idén össze az előző évekhez képest sokkal jobb teljesítményt nyújtottak, sokkal több pontot szereztek. Ezt mi elismerjük, de számunkra ez egy óriási motiváció, és mindenféleképpen az a célunk és feladatunk, hogy ezt a tavasz során helyreállítsuk, illetve bizonyítsuk azt, hogy mi vagyunk a legjobb csapat, és újra a bajnoki címet megszerezzük. Mennyit változott szerinted ebben az elmúlt néhány évben a magyar futballnak a megítélése külföldön, akár a válogatott sikeressége, vagy a Fradi sikeressége miatt? Tehát ha ti elutaztok egy sorsolásra, vagy egy nemzetközi mérkőzésre, akkor máshogy néznek rátok, mint 3-4 évvel ezelőtt? Igen, teljes mértékben ez megfigyelhető, és szerintem itt egy picit talán a múltba, vagy jobban visszamehetünk egy időben, mert szerintem ugye az, hogy a magyar kormány által ilyen fejlesztés indult be ugye a magyar labdarúgásban, először infrastruktúra területén, aztán pedig pénzügyi stabilizáció területén is, és utána ezt követte a szakmai sikerek is, vagy a szakmai fejlődés is, ugye mind válogatott szinten, mind pedig mi szerintem, mint Ferencváros, tényleg olyan mértékben léptünk előre, hogy a megítélésünk, az elismertségünk nagyon sokat változott pozitív irányba, ugye sportpolitikai terén is szerintem nagyon sokat léptünk előre, ugye nagyon sok jelentős sportrendezvényt nem csak labdarúgásban, hanem más sportágban is rendezünk meg Magyarországon. Puskás Arénában már szuperkupa döntő volt, Európa Liga döntő, remélhetőleg BL döntő is majd lesz a jövőben. Mi klubszinten, ugye amikor megjelenünk egy-egy ilyen eseményen, ugye sorsoláson, csoportkörbe való bejutás esetén, most már ugye a tavasz során is, szóval olyan kapcsolatok alakultak ki más klubokkal is, hogy tényleg most már szerves része vagyunk az európai labdarúgásnak, és komolyan vesznek minket, elismernek minket. Ez szerintem egy óriási elismerés a magyar labdarúgás számára. Ha ugyanitt ülünk egy év múlva, akkor mit kívánnál, vagy mivel lennél elégedett? Azt szeretném, hogy először is egészségesek legyünk, ez mindig a legfontosabb, szakmai téren pedig azt, hogy a bajnoki címet, ugye, ami számunkra történelmi siker lenne, ugye 6-szor még egymás után nem nyerte meg a Ferencváros, ezt szeretném. Szeretném azt, hogy egy jó Európa-bajnokságot játszon a válogatott a nyár folyamán, és utána mi a selejtezők során pedig sikeresek legyünk, és lehetőség szerint a BL csoportkörbe, de minimum valamelyik nemzetközi kupasorozat csoportkörébe jussunk. Hát akkor remélem, hogy egy év múlva ezekről beszélgethetünk, mégpedig úgy, hogy minden megvalósult. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és további jó munkát kívánok. Én köszönöm a meghívást és az elismerést még egyszer. Köszönöm szépen.